Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya és Szent szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Istenem! Testvéreim, ezt a szent és a áldozatot meg a Modori és Ihász család megvolt tagjaért ajánlom fel. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónak, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat végeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és urasztással. Én végtem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szemlőbe ezzük. Az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életben, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk, a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök élet. Amen. Ábrahám hitt az Úrnak, Isten pedig beszámította ezt az ő megigazulására. Majd ismét szólt Isten Ábrahámhoz. Én vagyok az Úr, aki kihívtalak a kaledai úrvárosából, hogy ezt a földet neked adjam birtokul. Ábrahám így válaszolt. Uram Istenem, miből tudom meg, hogy birtokolni fogom azt? Erre Isten megparancsolta neki, hozz egy 3 éves oszőt, egy 3 éves kecskét, egy 3 éves bakot, egy gerlét és egy galambot. Ábrahám odahozta neki ezeket az állatokat, majd középen ketté vágta őket, és a szétvágott részeket egymással szemben helyezte el. A madarakat azonban nem vágta szét. Akkor ragadozó madarak szálltak a testekre, de Ábrahám elűzte őket. Amikor a nap lenyugodott, Ábrahám mély álomba merült, és félelmetes sötétség szállott rá. Amikor a nap lenyugodott és beállt a sűrű sötétség, füstölgő kemencéhez és égő fáklyához hasonló valami vonult végig a szétvágott darabok között. Azon a napon kötött az Úr szövetséget Ábrahámmal, és így szólt. Utódaidnak adom ezt a földet,
Egyiptom patakjától egészen a nagy folyamig az Eufráteszig. Ez az Isten igéje. Végük a pusztulás, Istenük a hasuk, azzal dicsekszenek, ami gyalázatukra válik, és az eszüket földi dolgokon járatják. A mi hazánk azonban a mennyben van. Onnan várjuk az üdvözítőt és Urunkat, Jézus Krisztus. Ő azzal az erővel, amellyel minden hatalma alá vethet, átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez. Ezért szívből szeretett testvéreim, örömöm és koronám, így álljatok helyt az Úrban, szeretteim. Ez az Isten igéje. Thank you.
Úr legyen veletek! Az időben Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott. S íme két férfi beszélgetett vele, Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és a mellette álló két férfit. Azok már épp menni készültek. Péter akkor így szólt Jézushoz: Mester, jó nekünk itt lennünk, hadd csináljunk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Nem tudta ugyanis, hogy mit mondjon. Közben felhő támadt, és beborította őket. A felhőben félelem szállta meg őket. A felhőből szózat hallatszott: ez az én választott fiam, őt hallgassátok. Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül volt. Ők pedig hallgattak, és senkinek sem árultak el semmit abból, amit láttak. Ezek az evangélium igény. Szeretett testvérek, talán sokan hallottátok már közületek azt a rövid kis történetet, hogy egyszer a falusi emberek elhatározták, hogy esőért imádkoznak egy nagyon száraz időszakban, és az ima napján mindenki kivonult a mezőre a plébánossal együtt, de csak egyetlen kislány volt, aki esernyőt is vitt magával. Hát ez a hit. Szent Pál apostol tanítása szerint a hit szilárd bizalom abban, amit még nem látunk, annak reményteli várása, ami még nem következett be. Társadalmunknak számos tagja azért nem tud mit kezdeni a hittel, azért utasítja azt vissza, mert félreérti a hitnek a lényegét. Amikor valaki olyan kijelentéseket tesz, hogy csak azt hiszem el, amit látok vagy amit hallok, csak abban hiszek, amit meg tudok tapintani, amit meg tudok tapasztalni az érzékeimmel, akkor valójában nem a hitről beszél. Ilyenkor az illető összekeveri a hitet a tudással, a konkrét megtapasztalással. A hit mindig valami olyasmire irányul, amiről még nincs konkrét megtapasztalásunk, vagy legalábbis nem teljes és mindenre kiterjedő. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az Istenbe vetett hit egy alaptalan képzelődés, üres ábrándozás lenne, vagy önbecsapás. A vallásos hitnek igenis, hogy van alapja. Erről tanúskodnak nekünk a mai szentírási olvasmányok. Ábrahámot nem véletlenül nevezi a Biblia minden hívő atyának. Valóban rendkívüli bizalomról tesz tanúságot, amikor Isten szavára hallgatva mindenét elhagyja, és elköltözik egy ismeretlen vidékre. Ábrahám úgy vonul ki a saját földjéről, a rokonsága köréből és atya házából, hogy egyáltalán nem is tudja, hogy mit is kap majd helyette. Isten nem mutatja meg neki előre, szegről végre a megígért országot, annak minden szépségét és gazdagságát, hogy őt így vegye rá a költözésre. Ábrahám úgy hagyja ott az addigi biztonságot és jólétet, hogy emberi szempontból nézve
tulajdonképpen a teljes létbizonytalanságba indul. Abban a korban, évezredekkel ezelőtt, aki kitette a lábát a szilárd városfalak mögül, az azonnal kiszolgáltatta magát számtalan veszélynek. Főleg, hogyha még a saját országát is elhagyta, amely az ő királyának az uralma alá tartozott. Ábrahám mégis vállalja mindezt, de nem értelmetlenül és nem alaptalanul. Ábrahám ígéreteket kap az Istentől, olyan ígéreteket, amelyek a szíve közepébe találnak, és olyan erős vonzást gyakorolnak rá, hogy szinte nem is képes másra gondolni, csak ezeknek az ígéreteknek a beteljesedésére. Ismerjük az ő történetéből, hogy idős ember már, a felesége is éltesebb korú, és nincsen gyermeke, nincsen örököse. Emberileg nézve nem is lenne sok reménye már arra, hogy gyermeke születik. Isten azonban önmagára megesküdve ígéri meg, hogy fia születik majd, sőt azt, hogy nagy nép atya lesz, hogy nagy népsokaság származik tőle. Istennek a másik ígérete pedig arra vonatkozik, hogy azt az országot, amelybe most Ábrahám és családja áttelepszik, ezt a tejjel mézzel folyó országot neki és utódainak adja örökségül. Ezek a nagyszerű ígéretek új értelmet adnak Ábrahám életének, amely korábban fájdalmasan hiányos és beteljesületlen volt, főleg az ő utód nélkülisége miatt. Annyira vágyik az ígéreteknek a teljesülésére, hogy nem csak most ezt a konkrét megpróbáltatást, hanem ahogyan olvashatjuk a Bibliában, számos más megpróbáltatást is későbbiekben hittel és bizalommal kiáll. Igent mond Istennek a későbbi indítatásaira is. Pedig hosszú földi élete úgy telik el, hogy Isten ígéretei éppen hogy csak elkezdenek teljesülni. Hol van ő még attól, hogy nagy nép atya legyen? Ugyanakkor minden emberi remény ellenére megszületett tőle és asszonyától a törvényes fiú örökös, Izsák. És hol van ő még attól, hogy ővé és az ő utódaié legyen a föld, amelyen most vándorként él? Ugyanakkor számos veszélyen, bizonytalanságon átlábalva elérkezett erre a földre, és letelepedett rajta a családjával együtt. Az ígéretek még nem teljesedtek be, de már elkezdtek teljesülni, és bizony erre sem volt semmi garancia korábban. Ez adja meg Ábrahámnak a töretlen hitéhez a szilárd alapot. Ezeknek az ígéreteknek a teljesülése. Az evangéliumban Jézus színeváltozásának a jelenetével találkozunk. Az Úr bepillantást enged a kiválasztott apostoloknak az ő mennyei dicsőségébe, a saját isteni életébe. Ez a látomás rádöbbenti Pétert, Jánost és Jakabot, hogy Jézus valóban az, akinek őt gondolják, a Messiás, az élő Istennek a fia. Az isteni dicsőség, a mennyei boldogságnak a megtapasztalása olyan nagy hatást gyakorol a tanítványokra, hogy örökre itt szeretnének maradni. Péter meg is fogalmazza ezt a vágyukat, olyan jó nekünk itt lennünk, hadd csináljunk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Maradjunk itt, szövekeljünk le, hogy soha ne kelljen kiszakadnunk ebből a fényességből, ebből az igazi, teljes örömből. De mégis le kell jönniük a hegyről, sőt Jézus a lelkükre köti, hogy nem is beszélhetnek erről a látomásról, míg ő a halálból fel nem támad. Az apostoloknak, sőt magának Jézusnak is még sok szenvedésen, üldöztetésen, a keserves kínhalálon kell átmennie ahhoz, hogy véglegesen hazaérkezhessenek abba az isteni dicsőségbe, abba a boldogító nyugalomba, amelynek az előízét megérezhették színeváltozás élményében. Ez az élmény azonban elkíséri őket, reményt és hitet ad a legnehezebb órákban, a legkeserűbb megpróbáltatásokban is.
az apostolok már átéltették, hogy valóban létezik az a végtelen, tökéletes boldogság, az a csodálatos isteni ország, amelyről Jézus beszélt, és amelyet megígért minden benne hívő ember számára. A feltámadott és a feltámadott Jézussal való találkozás pedig még inkább megerősítette a szívükben azt a bizalmat, hogy minden szenvedés, maga a halál is elmúlik, és utána örök, Istentől kapott boldog élet kezdődik. Vajon mi tudunk-e épp lélekkel, egészséges személyiséggel élni az örök életbe és a tökéletes boldogságba vetett hit nélkül? Nekünk ne lenne szükségünk ezekre a csodálatos ígéretekre és a teljesülésük iránt táplált reményre. Bizony minden veszteség, minden emberi feszültség és békétlenség, minden betegség és szenvedés, főképpen pedig minden fájdalmas haláleset arra döbbent rá minket, hogy igenis vágyunk a szenvedésektől mentes életre, vágyunk a tökéletes szeretet uralta emberi kapcsolatokra, a mulandóságnak a kiküszöbölésére, vagyis vágyunk a tökéletes örök boldogságra. Jézus pedig éppen ezeket ígéri meg nekünk, és erről ad tanúbizonyságot az ő feltámadásával. Életünk során olykor mi is megtapasztalhatjuk a mennyei boldogságnak az előízét. Egy-egy nem várt, nem kiérdemelt, de mégis fontos sikerben vagy örömben, egy-egy elmélyült imádságnak a békéjében, egy-egy szerető emberi gesztusban, és sok más kisebb-nagyobb jelben. Ezek a megerősítő tapasztalatok táplálják a szívünkben azt a hitet, amely megvolt Ábrahámban, megvolt a színeváltozás hegyén jelenlévő apostolokban, vagy a prédikáció elején említett történetben szereplő esernyőt tartó kislányban is. Amen. Hiszek az egy Istenben, testvéreink, mennyei atyánkat, hogy templomainkban gyakran átéljük a Táborhegyen megdicsőült Krisztus vigasztaló közelségét. Add, Urunk, hogy templomaidból sugározzék áldás és kegyelem az egész világra. Kérünk téged, hallgass meg mindenkit. Add, hogy szentatyánkkal, főpásztorainkkal és papjainkkal együtt mindig odaadó lélekkel mutassuk be fölségednek az üdvösség áldozatát.
Vezesd el az egyházat a teljes egységre, és a nemzeteket békés egyetértésre. A szentáldozás kegyelmei erősítsék és vigasztalják gondokkal küzdő, rettegésben élő vagy bántalmakat szenvedő embertársainkat. Egyházközségeink hívő népe vasárnapról vasárnapra a közösen bemutatott szent áldozatból merítsen erőt az élet küzdelmeihez. Mindenható örök Isten, örvendeztesd meg lelkünket közelséged vigasztaló tudatával. Add, hogy hozzád mind halálig hűségesek maradjuk, és az Isten látás örök boldogságában is részünk legyen, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Amit a törvény és a proféták tanúsága hirdet,
hogy a szenvedésére és feltámadás örök fénye villan. És ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt, a földön is szüntelenül magasztalunk téged, őrségedet dicsérjük, és hangos szóval végnélkül zengjük. Íme hitünk szent titka. Thank you.
tiszteleti dicsőség, mindörökön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára, és Isten imanitása szerint így imádkozunk. Thank you.
Szent Mise reggel 7:30. Szerdán Szent Bátyás apostol ünnepe, a Szent Misék reggel 7:30 és este 7:30 lesz. Jövő vasárnap nagybőjt harmadik vasárnapja lesz. A Szent Misék délelőtt 8:30, 3:40 és este 7:30 lesz. Jövő vasárnap versegyűjtés lesz a katolikus iskolák javán. Az előző vasárnapi hirdetésből megismétlem a bérmálás időpontjait. Itt Ajkán május 1-én lesz, délután 3:00, Tósó Berénben pedig április 17-én szintén 3:00. Első áldozás Ajkán május 8-án 3:40 órai szentmisében, Tósokberénben június 5-én, délelőtt 11 órai szentmisében. Az idei nagybőti lelki gyakorlatunk időpontjait bent Ajkán, március 17, 18 és 19, azaz csütörtök, péntek és szombat, tehát a virág vasárnap előtti hét, az esti 6:30 órai szentmisében lesz. 6 órától pedig már gyóntatás. A héten megkezdtem a felnőtt fiatalok felkészítését a szentségek felvételére, mi azt jelenti, hogy a keresztség, a bűnbánat, bűnbocsánat, az oltári szentség, az áldozás és a bérvallás szentségeinek felvételére. 2 nap áll rendelkezésre, csütörtökön minden héten, este 6 órától 7 óráig, valamint szombaton délelőtt 10 órától 11 óráig. Kérem felnőtt fiatalokat, szíveskedjenek jelentkezni a plébánián és megjelenni az oktatásokon. Igyekezzünk a húsvéti Szent Jónásunkat, Szent Áronásunkat a nagybőjt folyamán elvégezni. Az Úr legyen